Amikor a feleségénél a 39. hét után beindult a szülés, az édesapa hívta a mentőket, gyorsan itt voltak, ő ment is autóval utánuk. A csecsemőt elvitték Debrecenbe, a klinikáról 6 hetesen hozták haza, és amikor megmondták, hogy a kisfiúkon csak a műtét fog segíteni, összeroppantak. 3 kórházban volt, Debrecenbe, Budapesten, illetve Karcagon, ahol született, és Debrecenbe, mikor átszállítottuk, ott több kezelést is kapott közöttük, ugye megpróbálták a kis karját úgymondva stimulálni, hogy bármilyen eredmény van-e abban az adott pillanatban. Sajnos nem igazán sikerült, így átkerültünk Kiskunhalasra, és 3 hétig ott kezelték, ott viszont egy speciális kezelést kapott az idegszálakra, de ugye ott sem reagált, és ugye Novák doktor úrékkal, illetve a Debrecenben Merő Gabriella doktornőjékkel ugye kutattuk a lehetőségeket, és így jutottunk ki Bécsbe. Fél éven belül a műtétnek meg kell történni, jelenleg 3 hónapos, és 1 éves korára már az idegek teljesen kifejlődnek, és akkor már sajnos véglegesen műthetetlenné válik. A műtét során azt az információt kaptuk, hogy a gerincoszlopát fogják fölnyitni neki, meg fogják nézni, hogy az 5 ideglyöp csoportból mennyi van kiszakadva, illetve ekkor fogják tudni teljes mértékben fölmérni a sérülésnek a valóságos fokát. Debrecenben 2 gerinc MR-je már volt neki, amikor átkerült oda. Akkor az MR felvételek nem voltak annyira pontosak, mert az adott területen ödémás volt, amire szteroidos kezelést is kapott, de sajnos a szteroid az ödémát nem húzta le, ezért pontosabb MR-képet nem sikerült a második MR alkalmával készíteni, illetve volt neki egy koponya MR-je, mivel a kisfén is volt sérülés, neki ödéma, de hál' Istennek az agyvérzésnek a gyanúját a koponya MR-rel kizárták. Speciálisan kell öltöztetnünk, fogni, fürdetni ugye a kiskarja miatt, úgyhogy hát nagyon megpróbáló az egész család számára, de igyekszünk teljes mértékben helytállni és a legjobb körülményeket megteremteni neki. A család összeomlott, hiszen ennyi pénzt nem tudnak előteremteni. Amikor elkezdtük ezt a gyűjtést, nagyon-nagyon nagy örömmel fogadtuk, hogy először a fagyizóból indult a Borók Dániel fagyizóból, és onnastól kezdve láncolatban elkezdett beindulni mind Darai Robinékkal, illetve Szolnoki Radosékkal, illetve dohányboltokkal kapcsolatban. Tehát rengetegen megmozdultak értünk. Ugye nyomtattunk ki képeket, illetve ki van írva, hogy valójában mire gyűjtünk, és számra, ugye, tehát rendesen várjuk a gyűjtéseket. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki igenis, hogy segített, illetve foglalkozott velünk. Nagyon szépen köszönjük. A pontos összeget még azért nem tudjuk megmondani, mert még bent van a tuning show-nak ugye az eredménye, illetve Robinék, igen, Robinék is. Ők elméletileg dél környékén érkeznek. Nyilván nekik is kell aludni, hiszen azért hosszú volt ez a 3 nap mind Radoséknak, illetve mind Robinéknak. Robin kezdeményezésével, szintén Darai Robin kezdeményezésével, és tehát nem csak a szeptember 30, tehát minden egyes olyan összehozott rendezvény, így van, Robin keze által fölveszi, és akkor igenis, hogy Alexnak fogja ezt a segítséget továbbra is folytatni, görgetni. Aki szeretné Alex műtétjét anyagilag támogatni, az megteheti az MHB banknál Igrici Zsanett néven vezetett számlára. IBAN-szám Hu32, számlaszám 53 30 06 89, kötőjel 18 81 25 83, kötőjel 00 00 00 00. Segítsünk Alexnek megjegyzéssel.